Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Végre bejött a 18.5-ös update, új Warframe, új macskák, új hajó, új minden, de azt egy másik videóban fogunk róla beszélgetni. Most viszont gyorsan bele is vágnék a lényegbe, hogyan kell kifarmolni az új Warframe-et, a Sands of Inariu nevű küldetést. Elmész a Kronia Relay-be, megkeresed a kereskedőt, és megveszed tőle a blueprintet, amit itt is láthattátok a videóban, majd aztán szépen visszamész a hajóthoz, elmész a foundryhoz, legyártod, ha van rá elég platod, akkor lerassoltatod, ha mindez megvolt, akkor elindítod a küldetést, és gyakorlatilag az első lépés az, hogy megnézed az üzeneteidet. Az üzeneteidet között Barokétír ott lesz, mert hogy ő kincseket akar keresni, és a nagy kincskeresés közepette eljutottak a Phoboszra, a Phoboszon pedig van egy valamilyen síremlék, amit az ő kincskeresői félnek háborgatni, mert ott van valami, és hát megkér minket Tenonkat, mert mi hát nem vagyunk olyan érzékenyek az átkokra, tehát bemerünk menni magyarul a sírba, hogy elmenjünk, és felkutassuk, hogy mi a jó Isten nyila van ott. Úgyhogy mi elmentünk Phoboszra, a Phoboszon végig menjünk gyorsan a pályán, és elérünk erre a helyre. Ezen a helyen pedig ezeket egyem nagyon sokat változott a grafika, nagyon durván grafikai update-ek lettek, de arról majd beszélünk. Elérünk erre a helyre, ezen a helyen lesz egy szobor, a szobornál lesz egy urna, és az urnákat szépen el kell venni. Az a lényeg. És közben egyébként itt megy egy kis sztori arról, hogy honnan származik Inariu, de azt szerintem a videó vége felé elmondom. Tehát megszerzed az urnát, és az urnákon többfajta urna van, ki mit kap, én mi ezt a jeleset kaptuk. Tehát infestedet kellett ölnünk, azt a fajtát, tudjátok, hogy oda jön melléd, beléd üt egyet, aztán felrobban melletted, úgyhogy ebből az urnákból három fajta lesz, tehát három fajta ellenséget kell majd ölni. Be kell menni az urnánál az arzenálba, beállsz az arzenálba, és fogod magad, és berakod a gírben. Nos, amiután ezzel megvagy, akkor szépen, gyakorlatilag ugye ki kell derítened a jel alapján, hogy milyen, kit kell megölnöd. Nagyon egyszerű, ha elmész a Wikipédiához, már le van írva, hogy kit kell ölnöd, amúgy látod ugye az urnának a jelét a hajódon. Fogod magad, elmész, nekünk infestedet kellett ugye ölni, mindenkinek valószínűleg más lesz, és sok mindenkinek hasonló, elmész, infestedet ölsz, és hát ölöd, ameddig Barokétír meg nem szólal, hogy na, most már befejeztük, látjátok, itt nekünk itt félig van, innen tudjátok, hogy mennyi hiányzik az urnán, és akkor visszamentünk szépen, még öltünk, és akkor megszólalt Barokétír, hogy na most, itt az ideje kimenni, itt meg már meg volt telve ez az egész urna, és akkor szépen vissza kell menni Phoboszra. És amikor visszamész Phoboszra, megint elmész a sírhoz, és ez az urna kiderült róla, hogy a nyitja egy nagyobb kapunak. Nos, hogyha ezt a kaput szépen kinyitod, azon kívül, hogy kapsz egy blueprintet, ami helmet blueprintet kaptunk, lehet, hogy mindenki ugyanazt kapja, de lehet, hogy nem tudom, hogy működik, ma amúgy trédelhető a blueprint, képzeljétek el, az Inariu blueprintje trédelhető, vagy valószínűleg az összes blueprint trédelhető, ki mit kap, vagy nem tudom, hogy miért trédelhető. A lényeg az, hogy ezek trédelhetőek. Itt természetesen megint elindul a story Inariu múltja szerint, hogy először is hogy lett Isten, nem mindig volt Isten Phoboszon, de aztán egy idő után elkezdte megvédeni a népet, akik ártottak. Tehát valami olyan érdekesen meséli. Amúgy itt vannak a macskák, és megjelennek az első küldetés után, úgyhogy csak óvatosan. Elég OP-k, és engem annyira megleptek, hogy azonnal meghaltam. Tehát így is jó sokan vannak. Na, de amúgy hál' Isten könnyen halnak. Szóval valami olyasmi, hogy később lett egy védelmező, hogy is mondták, valami olyasmit mondtak, hogy az ég népe ellen védte meg a népet, vagy valami ilyesmi, és az egész, nem tudom, egy gyerekkel indult az egész története. Lényeg, ami lényeg, a lényeg, hogy mindezt háromszor meg kell ismételni, és akkor, csak tegnap meg este nekem bebuggolt az egész játék, azt nem tudtam fölvenni a teljes küldetés, mert annyira bugos volt egy adott időben,
A lényeg az, hogy ezt megismételted háromszor, megtalálod, hogy milyen ellenfelet kell megölni, és akkor már meg is lesz neked is az új Warframe. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Ja, és amit hozzá kell tegyek, valószínűleg Mastery Rang 5 kell hozzá, mivel hogy a Chronion Relay-ben Mastery Rang 5 kell, hogy bemehess. Sziasztok!